Nekem viszont mennem kell. Vége a lazsálásnak. Itt az első munkanap. Jó érzésem van, Baláska. Jó érzésem van. Üdvözlöm. Konoszkó Mihály vagyok, a múzeum igazgatója. Örvendek. Tóth. Tóth Ján. Konoszkó Frigyes. A dédapám. Taglózóként kezdte 14 évesen. 6 évvel később önálló mészárszéket alapított, ahol aztán sertések tízezreit dolgozta fel. Kérdés? Az állásinterjúra jöttem. Ez egy kérdés? Az állásinterjúra. 35 évig dolgoztam a statisztikai hivatalnál, majd a munkaügyi felügyeletnél, mint felső közép, vagy inkább alsó felső vezető. Köszönöm, Magdolna. Máskor majd jobban vigyázok. Olyan állást kívánok betölteni, ahol maximálisan kamatoztathatom az eddig megszerzett tudásomat. Természetesen, amennyiben elvállalnám az állást. Nem kell mindig állnia. Ez itt az északi sarok, az pedig értelemszerűleg az északi szék. Vele szembe látható a déli sarok a déli székkel. A keleti és nyugati sarkokon nincsen szék. Következésképpen az északi és a déli sarok székei közül választhat, ha esetleg elfárad. Foglaljon helyet. Én iszom egy feketét, és hamarosan körbevezetem. Kér egy finom babkávét? Magdolna őrli, hagyományos berendezéssel. Igen, megköszönöm. Remek! A finom, frissen őrült babkávé. Köszönöm szépen. Nyugalmas helyez. Nem igaz. Jól láttam a 9-től... Igazam van. Hogy? Nem szeretem, ha félbeszakítják a mondandómat. Bocsánat, elnézést. Ne haragudjon, nem akarom megfélemlíteni. De azt szeretem, ha a beszélgetésnek van ritmusa. Lássuk be. A teniszező se üti mindig vissza a labdát, mielőtt a másik partner átütötte volna az ő tér felére, jól mondom? Igen. Nyugalmas helyez. Igazam van? Igen. Sokszor van ám úgy, hogy bent maradok zárás után, amikor már nincs olyan nagy nyüzsgés, várjon. Bocsás, amíg elfelejtettem megkérdezni, hány cukorral iszza a kávét? Általában egyel, de... Hány cukorral? Egy... Egyel. Egyel, de ez most jó lesz így. Jó lesz. De... Jó. Elnézést, bocsánat. Ráragudjon. Magdolna! Disznó. Sus scrofa domestica. Tessék? Házi sertés. Ja, persze. Eleven szülő, négy lábú, emlős a páros ujjú patások rendjéből. Alosztályát tekintve mélepényes. Értem. János, milyen az ön viszonya a sertésekkel? Őszintén megmondom, még nem kerültem közelebbi kapcsolatba velük. Szeretném, ha ezentúl más szemmel tekintene ezekre a csodálatos állatokra. Ígéri ezt meg nekem. Megígérem.
Azon túl azt is szeretném, ha valamelyes tájékozott lenne a témában. Mert talán, ne talántán, egy látogatóban kérdés merül fel. A füzetecske első felében a disznókról olvashat, a második felében pedig az itt kiállított tárgyakról kaphat pontos képet. Nézegesse alaposan, mert ki tudja, lehet, hogy még ma bedobjuk a mély vízbe. Ez mit jelent ebben a munkakörben? Majd meglátja, János, majd meglátja. Maga szerint, hogy van helyesen? Ne talán, vagy ne talántán? Tán ne talántán. Maga itt a teremőr? Igen, én vagyok itt a teremőr, de a képesítésem jó van. Kérdezhetek? Állok rendelkezésére. Maga igazán készséges. Ezek itt micsodák? Oda van írva. Ez egy bordacsontozókés, 1913 bor, tagló, belezőkés. És mit lehet tudni róluk? A taglóval általában taglóztak, a bordacsontozóval kicsontozták a disznó bordáit, a belezőkéssel pedig a beleit belezték ki. Ezt magam is sejtettem. És ez? Micsoda? Hát ez itt egy cipó, pontosabban vekni. Nem. Ez micsoda? Ez egy... Nem itt dolgozik? Nem tudja? De igen, ez egy... Szóval micsoda? Fa, vekni tartó. Nem egy hústőke? De igen, úgy is lehet mondani, hogy hústőke. Na nézze, János. Azt hiszem, kell még egy kis időt adnom a felkészülésre. És ez? Csontfűrész. És ez? Rénvasforog. És ez? Kampó. Marha. Marha kampó. Jó, János. Alakul. Alakul, de azt azért mind a ketten érezzük, hogy sokkal közelebb állunk a kudarchoz, mint a sikerhez. Jól mondom. Nézd, jól mondom. János. Úgy látom, hogy maga feszült. Nem, dehogy is. Csak tudja, én irodai állásra számítottam azelőtt. Hozassak magának egy íróasztalt. Hát ugye én abban vagyok erős, hogy képes vagyok egy egész csapatot. Hozassak magának egy csapatot? János, egyedül én. Nem vagyok elég magának. Játsszak el magának egy egész turista csoportot. Nem kell. János, maga feszült. Dehogy is, csak elszánt vagyok, kegyetlenül elszánt. Hentes tokány? Most nem annyira kívánom a húst. Ó, ez nagyon érdekes. Ezt majd kölcsönkérhetem? Miért ide küldtél dolgozni? Ez közmunka, itt volt hely. Ez közmunka? Én azt hittem, hogy ez egy rendes állás. Az edényt majd mosogasd el, légy szíves, jó? Kösz. A kés, amit nézett, egy csontozó kés 1932-ből. A kés érdekessége és különlegessége, hogy egy balkezes hentesé volt, aki ellentétes irányból fente, ezért a fogazata teljesen eltűnt. Hagyjon engem békén! Uram, ne velem kiabáljon, én csak a munkámat végzem. Kit érdekel, hogy milyen kés? Na, ide figyeljen,
az a minimum, hogy éreztük velem, hogy diplomásan, 55 évesen nem hiába popázok itt, úgyhogy szépen visszajön velem, és megnézi, hogy miről van szó, érti? Ez a csontozó kés, ez a bár, látod, látod, te barom? Ez is egy kés, látod? Ez meg a belező kés, gyere, nézzek! Ez pedig csontozó bűrész, látod? De látod, ez pedig egy hasító bár! Mindent ketté hasít! Érted? Minden! Nekem nem közmunka kell! Nekem irodai állást beosztottak! Érted? Szobanövének fénymásoló! Azt kell nekem! Nem közmunka, nem a lenézés, nem! Nekem nem kell közmunka! Holnaptól szeretnék kivenni néhány nap szabadságot. Balázska! Éreztél már olyat, hogy legszívesebben mindent elpusztítanál.